Lorenz Pauli, hű de bátor. A kisegér, a csiga, a béka, meg a veréb a halastó partján ücsörögnek. A kisegérnek nem volt semmi ötlete, hová menjen, így aztán a tónál kötött ki. A csiga követte őt. A béka pedig véletlenül épp erre ugrándozott. A verébnek furdalja az oldalát. Ugyan mit csinálnak errefelé a többiek? Hát igen, sóhatja a csiga, mire a társai sűrűn bólogatnak. És most mi legyen? Kérdezi a veréb, mire a többiek a fejüket rázzák. Mindenki ugyanarra gondol. Most mit tegyünk? A békának végre támad egy ötlete. Versenyezzünk! Ki a legbátrabb közülünk? Jó ötlet, nagyszerű ötlet, remek ötlet! A többi állat lelkesen tapsol a mancsával, a szárnyával és a szarvával. Az első versenyző a kisegér. Átúszom a túlpartra, majd vissza úgy, hogy közben egyszer sem jövök fel a víz alól levegőért. A béka csalódottan pislog. Ez butaság, hiszen az úszás a legjobb dolog a világon. Nem is kell hozzá bátorság. Mire a kisegér dúzogni kezd? Hiszen én nem vagyok béka. Az egerek igenis félnek a víztől. Jól van, csitítja őket a veréb. Hát akkor lássuk, mit tudsz. Az egér felkészül. Mély levegőt vesz, a vízbe ugrik, és eltűnik a többiek szem elől. Elúszik a túlsó partig, majd vissza. Amikor visszaér, lihegve, prüszkölve bukkan fel a víz alól. A béka segít neki kimászni a partra, és lelkesen prekeg. De bátor vagy, nagyszerű búvár lenne belőled. Mindenki tapsol a tappancsával, a szarvával és a szárnyával. Most a békán a sor. Ma nem eszem egyetlen szemtelen szúnyogot és lusta legyet sem, jelenti ki. Csak egy hatalmas tavirózsát! A csiga csalódottan ingatja a fejét. Ugyan, miért kell ehhez bátornak lenni? Hiszen én egész nap növényeket eszem. Az lehet, vág visszasértődötten a béka, de egy békától ez igenis óriási dolog. Jól van, csitítja őket a kisegér. Gyerünk hát, rajta! A béka fejest ugrik a tóba, kiválaszt egy szép, nagy tavirózsát. Kitátja a száját, és bekapja. Amikor az utolsó falatot is legyűrte a torkán, a csiga elismerően bólogat. De bátor vagy! Ez igazi hőstett volt! Mindenki tapsol a mancsával, a szárnyával és a szarvával. Most a csiga következik. Éde oda tekergőzik. Ünnepélyesen megköszörüli a torkát, majd megszólal. Egész testemmel kibújok a házamból, megkerülöm, és csak utána veszem ismét a hátamra. A veréb csalódottan csiriteli. Hiszen ehhez nem is kell bátornak lenni, amióta kibújtam a tojásból, soha többé nem tértem vissza.
A csiga erre sértődötten visszavonul a házába. Jól van, csillapítja a kedélyeket a kisegér. A tojás nem csigaház? Rajta, mutasd meg, mit tudsz? A csiga egész testével kibújik a házából, megkerüli, azután lassan, egész lassan újra bepréseli magát, és elhelyezkedik odabent. A veréb el van ragadtatva. Hű, de bátor vagy, kilátott már ilyen nagyszerű mutatványt! Mindenki tapsol a szárnyával, a tappancsával és a mancsával. Most várakozva néznek a verébre, hiszen ki ne tudná, hogy minden veréb szemtelen és egy kicsit bátor is. Mindhárom állat izgatottan várja, mire készül a társuk. A veréb ide-oda szögdécsel. Hát, tudjátok, én nem játszom. A kisegérnek végre leesik a tantusz, utána a béka, végül a csiga is megérti, miről is van szó. Mind éjjenezni kezdenek. Ez aztán a bátorság!